Ebben az évben is lehetett szavazni az EGRI Lokál Patrióta Egylet által meghirdetett Eger Csillaga jelöltjére, melynek eredményét vasárnap hirdették ki. Habis László, az EGRI Lokál Patrióta Egylet elnöke beszédében kiemelte, csodálatos EGRI emberek, intézmények, vállalkozók élnek itt, akik a város gerincét adják. Az EGRI-ségnek legyen meg a méltósága és a szépsége. És ezt az értékrendet képviseli ma is, úgy gondolom, a Lokál Patrióta Egylet. A szervezet minden évben olyan személyeket jelöl, akik kiemelkedően teljesítenek saját területükön, és méltón képviselik Egert és a város hírnevét. Nehéz volt azt a döntést is meghozni, hogy az öt kategóriában ki legyen a három jelölt. Mindegyikük vállalkozás, civil szervezet, magánszemély, intézmény, fiatal, egészen különleges kvalitásokat képvisel. Az egylet idén is öt kategóriában hirdetett ki jelölteket, akikre november 21-ig lehetett szavazni. Gazdasági társaság kategóriában a Heves megyei Vízmű ZRT kapta az elismerést, az intézmények között az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium gimnázium kapta a legtöbb szavazatot. Szervezetek kategóriában az AGI speciális mentők, a fiatalok kategóriájában Kapaló Éva terápiás kutya kiképző lett Eger Csillaga. A magánszemélyek között pedig Fábián Béla szenior úszó. Lassan 30 évbe, hát körbejártam a világot, és legkülönfélébb világversenyeken sikerült jól szerepelnem, és mindenhol Egert képviseltem, és amennyiben erőmből még telik, ugye most 80 éves vagyok, hát igyekszem a továbbiakban is ezt folytatni. Mintegy 50 jelölés érkezett ebben az évben az EGRI Lokál Patrióta Egylethez. Ebből választották ki Eger legújabb csillagait, akik méltón képviselik városunkat.